talán életem leghosszabb másfél napja volt, mert azért ott nagyon komoly szinten kellett lelket verni a lányokba, komoly mentális munka folyt. Köszönöm. És hát ugye egy-két játékos tényleg fel kellett locsolni a padlóról. Egy-ketten ugye kicsit gyengébben játszottak, abban a meccsben több volt egyébként, de úgy gondolom, hogy ezzel a bronzérelmmel se lehetünk elégedetlenek, sőt, hogy említetted, nem csak az olimpiai selejtezőn, ugye, illetve az olimpián, hanem a világligán is érmet szereztünk, döntősök voltunk, ahol elindultunk idén, mindenhol érmet hoztunk, úgyhogy azt gondolom, ez ebben a csapatban sok potenciál van, és nagyon egy lehetőség meg. Ez a csapat azért nem a riói csapat, tehát 4 játékos volt Rióból, miközben az ellenfeleinknél a spanyolok, akik egyébként ugye per pillanat jobb csapat, 9 játékos volt Rióból, sőt még a londoni olimpiáról is 8-an voltak, mint ahogy az oroszoknál is, úgyhogy azt gondolom, ez a csapat egy fiatal csapat, ez még érni fog, és bízom benne, hogy Párizsban még szebb érmet tudunk hazahozni.